Dicsőség Jézus Krisztus, kedves testvéreim! Ismét laptopos felvétel következik a karanténból. Krisztus királyt ünnepeljük ebben a szentmise áldozatban, és hát ajánljuk mi is magunkat Jézusunk szentséges szívének oltalmába, uralmába, hiszen felelősséget vállal értünk. Kezdődik az ének, az Úr fölségének, kezdődik a szent áldozat. Alázatos héttel, imánkozzak sérfel, ó, Atyán kegyesen fogad. Dönj bármó szívvel koldalunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az Isten méltósága, a bölcsesség, az erő és a tisztelet, övé a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Kedves testvéreim, Krisztus király ünnepén felajánlom azt a szentmisétetű szándékainkra. Bankovics és Kultéti családok elhunyt és élő tagjaiért, Csánigról, elhunyt Füle László és Neje Karina szülőkért és elhunyt hozzátartozókért, Nickről, Propopló a népért a 48. szentmiseként, részemről, elhunyt szülőkért Rétszerakról, elhunyt Kondor Pál és Sírvestárs Már és elhunyt hozzátartozókért, Nickről, elhunyt Imre édesapja és nagyszülők lelki üdvéért, Répszelakról is elhunyt Lita édesanyáért, Vámos családról, valamint elhunyt Erzsébet keresztmamáért, Szent Iván fáról. Ezekre a szándékokra imádkozom át a szentmisét, de miatt részesednénk ebből az ünnepi áldozatból, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük meg ezt a csodálatos ünnepet. Gyónom, mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmas! Uram, irgalmas! Krisztus kegyelmes! Krisztus kegyelmes! Krisztus kegyelmes! Uram, irgalmas!
magasságban Istennek, és a Földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te emezted a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Te emezted a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Főség, Jézus Krisztus. A Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Könyörögjünk. Mindenható Isten, töröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett fiadban a mindenség királyban megújítasz mindent. Mert hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Főségednek hódoljon és szüntelenül dicsőítsen téged, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr az Isten. Én magam keresem meg juhaimat, és magam ügyelek rájuk. Mint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszélett juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszórodtak. Visszahozom őket mindenünnen, nova a felhő és a sötétség napján szétszórodtak. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le őket, mondja az Úr az Isten. Megkeresem az elveszetted, visszaterelem az elszéletted, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket. Ami meg titeket illet juhaim, mondja az Úr az Isten. Én meg igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bokok között. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.
zöld ellő mezőkön tereget engem. Csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Az igazság ösvényén vezet engem, ahogyan ő megígérte. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Mint ugyanis Ábrahámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kell. Mindenki akkor, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat. Miután minden felsőbbséget, hatalmat, erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként alá semmisül meg, és ha majd minden alá lesz vedve neki, maga és a fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Áldott, aki jön az Úr nevében. Áldott legyen Dávid ősatyánknak eljövendő országa. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az ember fia jön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében esélyet foglal a dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte. Ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól, a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam és enni adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és ti befogadtatok. Ruhátlan voltam, és ti betakartatok. Beteg voltam, és ti földkerestetek. Börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked? Vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadhattunk volna? Vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? Akkor a király így felel. Bizony mondom nektek, mint a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz szólt.
Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni. Szomjas voltam, és nem adtatok inni. Idegen voltam, és nem fogadtatok be. Ruhátlan voltam, és nem takartatok be. Beteg voltam, és börtönben sínylődtem, és ti nem látogattatok meg engem. Erőki meg is megkérdezik. Uram, mikor látunk téged éhezni, vagy szomjazni, idegenként, vagy ruhátlanul, betegen, vagy börtönben, és nem sietünk a segítségedre? Ő pedig ezt feleli majd nekik. Bizony, mondom nektek, mint a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim, ez az evangélium szerepelt ezelőtt vasárnap is, hiszen Szent Márton püspök búcsünnepét ültük a szentmisében, és felhívja a figyelmet ez az evangélium, hogy minden részlet számít a keresztény ember életében, de csak addig van az érdemszerzésnek az ideje számunkra, amíg élünk, rodát már semmit sem tehetünk. És hát a héten ünnepeltük a Karitásznak a védő szentjét, katolikus Karitásznak, ugye Árpádházi Szent Erzsébetet, Krisztus királykor. Mindig elmondom ezt a történetet a legendájából, ugyanis benne van, hogy Erzsébet még csak 12 éves, az élete felén viszont rájön arra, hogy hogyan válhat jobb, szentebb léleké. Nagyjából ebben az időben történt az az eset, amelyről minden élet rajzírója részletesen beszámol. Nagy boldogasszony ünnepén Szűz Mária tiszteletére szentelt templomokban búcsukat lehetett nyerni. És ezen a napon ajánlották fel gazdagon feldíszített oltárokon a Szent Szűznek az évterményeit. Zsófia hercegasszony is így szólt Erzsébethez és Ágneshez. Menjünk le a városba, Elzenakba, és a nagyasszonyunk templomában vegyünk részt a német lovagrend szentmiséjén. Lovagok nagyon tisztelik a szűzanyát, talán hallunk róla egy szép szent beszédet. Vegyétek fel legszebb ruhátokat, és tegyétek fel az aranykoronát. Két fiatal hercegnő úgy tett, hogy a hercegasszony meghagyta. Lementek vele a városba, és a templomba letérdeltek a nagy kereszttel szemben. Erzsébet ránézett a haldokló üdvözítőre, majd maga mellé tette aranykoronáját a padra, és leborult a földre. Fején nem maradt semmilyen dísz. A hercegasszony erélyesen rászólt. Mi lelte magát Erzsébet kisasszony? Mi ez az új szokás? Azt akarja, hogy mindenki megint kinevesse. Az illem azt kívánja, hogy a kisasszonyok egyenesen tartsák magukat. Ne boruljon le, mint a bolondok, vagy a vénapálcák, akik úgy rogynak le a földre, mint a fáradt gebék. Miért nem tud úgy viselkedni, mint mi mindannyian? Miért viselkedik úgy, mint egy neveletlen gyermek? Talán túl nehéz a koronája. Miért maradt két rét görnyedve, mint egy paraszt? Erzsébet felkelt, és alázatosan így válaszolt anyósának. Édes asszonyom, ne haragudjék rám! Itt van szemem előtt Istenem és királyom, a drága és irgalmas Jézus, aki szúrós tövisekből készült koronát visel, és én hitvány teremtmény maradjak előtte gyöngyökkel, aranyjal és égkövekkel megkoronázva. Az én koronám csúfot űzne az övéből, és keserű könnyekre fogadt, mert Krisztus szeretete már megsebezte a szívét. Mondható Zsófia, amit csak akart, Erzsébet újra leborult és tovább imádkozott olyan odadással, hogy kabátjának szegélye, amelyel szemét eltakart egészen nedves lett könnyeitől.
A két hercegnő nem akarta, hogy mindenki lássa a közöttük levő különbséget, ezért ők is leborultak és eltakarták arcukat. Noha teszi hozzá a krónikás, nem sok kedvük volt hozzá. Minden benne van, ami a mai ünnepet meghatározza, hogy a Krisztus királyságáról beszélünk, és sok keresztény nyilván fél ettől a lehetőségtől. Igen, hogy az Úr Jézusnak odaadjuk a szívünket, és adjuk, hogy uralkodjék az érzéseinken, a gondolatainkon, a szavaikon, a cselekedeteinken, bizony nagyon ránk férne, hiszen a legtöbb bűn mindig abból fakad az ember életében, hogy nem tud uralkodni a gondolatain, a szavain, az indulatain, az érzésein, a cselekedetein, és bizony az életünkön is sokszor megmutatkozik, hogy még saját magunkon sem tudunk uralkodni, akkor hogy is szolgáljunk másoknak. És Erzsébet bemutatta azt 12 évesen, hogy igen, félre kell tenni az egónkat. Azt jelképezi az arany koronája, és hogy maga mellé tudja tenni. És emlékezve az Úr Jézusnak a tövis koronájára, hogy igen, a szeretet a szolgálattal kezdődik. És abban nincs semmi rabszolgaság. Amikor a keresztény ember a szívét át tudja adni az Úr Jézusnak uralkodásra, akkor ne felejtsük el, hogy a Jóisten ezzel felelősséget és garanciát is vállal mi ránk, a mi életünkre. A gondolatainkra, a szavainkra, a cselekedeteinkre. És ez a keresztény embert örömmel tölti el. Hogyha sok mindenre nem is tudunk uralkodni az életünkben, de mégis a Jóistennek helyet adunk a szívünkben, a szívünk trónján, akkor sokkal könnyebb lesz szolgálni. És ez nem rabszolgaságot jelent, hanem mindig a szeretetnek a gyakorlását. És nem kell félnünk attól, hogy a hibáink vagy a gyarlóságaink ezt meg fogják tudni keseríteni, mert a Jóisten az, aki abban a pillanatban, amikor odaadjuk neki a szívünket, felelősséget és garanciát vállal ránk, és ő nem szégyel bennünket. Sárpátházi Szent Erzsébet is így tudott nagy csodákat tenni, így tudott sok mindent elviselni, minden veszteséget, és sok mindent, sok mindenért hálát is tudott adni a nehézségeiben. És így ünnepeljük Krisztus királyunkat, szívek királyát a mai ünnepen. Amen. Testvéreim, most pedig nagy bizalommal valljuk meg hitünket Istenünkben. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától is emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált, szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újrajön dicsőségben ítélni élőket és holtokat, és országának, ha nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban,
Vallom az egykeresztséget a bűnök bocsánatára. Várom oltak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus király nélkülöző embertársaink személyében vár irgalmas szeretetünket. Kérjük kegyelmét, hogy megfeleljünk várakozásának. Adjunk, hogy egyházat példát adjon az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adjunk, hogy az államférfiak mindent megtegyenek a szegénység és a nyomor megszüntetésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adjunk, hogy a szomorkodókat megvigasztaljuk, a tanástalanokat és a tévelygőket pedig helyes útra vezessük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adjunk, hogy az utolsó ítéleten királyi jobbodon az áldottak között lehessünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te vagy a mindenség királya, hallgass meg esdeklő népedet és áld meg örökségedet, a kész és uralkodól mindrökkön örökké. Amen. A kereszt oltárán Jézus ége bárány, Atyának föláldoztatott. Kenyér sbor színében megújítja szent áldozatot. Ó, Atyám, kegyesen fogadd, hincs le ránk szent malasztodat, s fordítsd el tőlünk haragot. Imádkozzatok, testvérem, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházi javára. Urunk Istenünk, felajánljuk neked ezt az engesztelő áldozatot, és könyörögve kérünk, hogy az egység és a béke ajándékát adja meg minden népnek szent fiat, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, emeljük fel szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiadat, Urunkat, Jézus Krisztust, az öröm olajával örök főpappá és a mindenség királyává kented. Hogy a kereszt oltárán tökéletes engesztelő áldozatul felajánlva önmagát, és végez vigye az emberek megváltásának szent művét. És miután hatalommal elvetett minden teremtményt, az örök és egyetemes országot méretetlen főségednek átadja. Az ő ország igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük és velük együtt, vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a föld.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, amirunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, hogy megtörte tanítványainak, adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értedek és sokakért kiöntedik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az életkenyerét és az üdvösségkelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíven adunk egyházat sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, János püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdet óta kedvesek voltak előtted, a részesei lehessünk az örök életnek, és dicsérve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ővel és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Most pedig imádkozzunk úgy, hogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, ki minden gonosztól, adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykérve várjuk az örök boldogságod és üdvözítőnek, Jézus Krisztusnak dicsőséges előttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.
ne vétkeinket nézett, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. A kész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívvel egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten maradjon, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten maradjon, te elveszed a világ bűneit, nekünk. Isten baranyom, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten bárány, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom ő, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, nagyobb pompával kellene ünnepelnünk kihelyezett oltári szentségben, tömjénnel, monstranciával, vélummal kellene most ünnepelnünk azt, hogy elimádkozzuk Jézus szív litániát és felelje imádságát, imádságot, de most itt van az Úr Jézus előttem. Az ő jelenlétében imádkozzunk plébániánkért, a hívőkért, ez megoldódásáért, a gyógyulásokért, szűnjenek a félelmek az idős híveinkben, és ne felejtsük el, hogy a szűzanyi oltalmában is vagyunk, és most legtöbb, amit tehetünk, hogy az ünnephez híven kérjük az Úr Jézus uralmát. Ő nyugtassa a gondolatainkat, a szívünket, az érzéseinket, és tanítson meg bizalomra, hogy az ő szeretetében élhetünk. Uram, irgalmazz nekünk, Uram, irgalmazz. Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass minket. Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten, irgalmazz nekünk! Megváltó Fiú Isten, irgalmazz nekünk! Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk! Szent Háromság Egy Isten, irgalmazz nekünk! Jézus szíve az Örök Atya Fiának szíve, irgalmazz nekünk! Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve az Isten igével lényegileg egyesített szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve végtelen fölségű szív, irgalmazz nekünk. Jézus szíve Isten szent temploma, irgalmazz nekünk. Jézus szíve a magasságbennek szent szekrénye, irgalmazz nekünk. Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja, irgalmazz nekünk. Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye, irgalmazz nekünk.
Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza. Irgalmaz nekünk. Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív. Irgalmaz nekünk. Jézus szíve minden erény mélysége. Irgalmaz nekünk. Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív. Irgalmaz nekünk. Jézus szíve minden szív király és középpontja. Irgalmaz nekünk. Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, az élet és szentség forrása, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, életünk és feltámadásunk, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, bűnösök áldozatja, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, benned reménylők üdvössége, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, haldoklók reménysége, irgalmaz nekünk. Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége, irgalmaz nekünk. Isten bárányat, elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk. Isten bárányat, elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten bárányat, elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Szeled és alázatos szív Jézus, alakít szívünket a te szent szíved szerint. Könyörögjünk. Mindenhat örök Isten, tekint szeretett fiat szívre és arra a dicséretre és elégtétere, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Vagy megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért resdekelnek, vagy azon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Most imádkozzuk a felajánlásunkat Jézus legszentebb szívéhez. Uram Jézus, az ember nem megváltója, tekints ránk, akik oltárod alázatos előtt, alázatosan leborulunk. Tiéd vagyunk, tiéd akarunk lenni, hogy azonban szorosabban egyesülessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaid megvetették és eltaszították maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb szívedre. Légy király úrunk nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, és ilyen szomjan el ne pusztuljanak. Légy király azoknak is, akiket téverés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Ír vissza őket az igazság szolgáltatása és hitettségébe, hogy rövidesen egy apostol legyen és egy pásztor. Adjunk egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tehát, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék, köszöntsük az isteni szívet, amely által üdvösségünk támadt, dicsértessék és áldassék mindörökké. Amen.
Könyörögjünk. A halhatatlanság eledelét magunkhoz véve kérünk Istenünk, hogy mi, akik dicsőségünknek tartjuk azt, hogy Krisztust, a mindenség királyát szolgáljuk, mennyek országában örökre vele éljünk, a kél és uralkodik mindörökkön örökké. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek a következőket. Nyilván most már hivatalosan is karanténban vagyok, ugye légcsőróttal indult, kiderült, hogy mellette volt ez a Covid is. Nyilván igen, pozitív tesztem van. A héten, jövő héten is karanténban vagyok. Tehát az advent első vasárnap is így fog kezdődni plébániai szemmisével. Nyilván a vírushelyzet nem jobb. Ez most egy igen, második alapút, amit végig kell járnunk. Tehát reméljük a legjobbakat, és igyekszünk vigyázni, amennyire tőlünk telik. A szentmiséink advent első vasárnapján a következő szándékokra lesznek. Ugye a részemről a propopuló, a népért a 49. szentmise. Aztán elhunyt Horváth Lajos édesapáért és a család elhunyt tagjaiért, ugye Répszelakról, elhunyt Hantó Imre édesapáért és hozzátartozóiért, ugye Nickről, elhunyt Tibor édesanyjáért, Ilona és Mátyás nagyszülőkért, Répszelaki szentmise szándék lesz, és elhunyt Gizela és József szülőkért és elhunyt hozzátartozóikért, pedig Vámos családról. Ezekre a szándékről mutatom be akkor legközelebb vasárnapi szentmisénket. Nyilván a hangomat én se kaptam még vissza gyakorlatilag. És próbálunk, hát igen, bízni az Istennek a szeretetében. Nyilván lettek volna még pályázatos alkalmaink is, de egyszerűen azok is elszálltak ebben a helyzetben. De azért van, amiközben alakul, nyilván Nicken szerelik a villanyt a pályázatból a templomban. Vámos családon a régi iskolát is utolsó fázisban van. Bármint utolsó előttiben, mert ugye még belül ott még sok minden lesz nyáron, hogy legyen egy szép átadásom a jövőre. És ha sok tervünk lett volna, el kell gondolkozni majd ugye a Kőzjónáson és karácsony ünnepén előtte, hogy sok minden formálódik ebben a helyzetben. Ez egy rendkívüli helyzet és rendkívüli
megoldásokat igényel. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy a megszokott, ahogy volt, úgy lesz, hanem alkalmazkodnunk kell. De ezt tesszük az Istenünk szeretetében, és bízva az ő szent szívében. Most pedig így fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon, óvjon és vigasztaljon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Csend közben a másik laptopom lehalt, úgyhogy a kimenő énekre már nem maradt ereje. Így köszönöm mindenkinek, aki velünk volt. Köszönöm még Haller atyának, László atyának, egyfalusi plébános úrnak. A szolgáltatamat a temetéseken helyettem elvégez. Jó, hogy tudunk egymásnak még segíteni, és a gondviselés megengedi azt, hogy működjenek a dolgaink, és köszönöm Récet Évének szintén a közvetítést. És további szép hetet kívánok kedves minnyájatoknak. Dicséressék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.